Sziasztok srácok, Sándor Gróf vagyok, egy kis dáblogos, YouTube-os és egy kis store-os, webshop-os videóval. Ugye mostanra összegyűjt az a fajta információ halmaz, amiből már ki lehet nagyjából következtetni azt, hogy egészen pontosan miről fog szólni az 1.87. Lement a DevServer, és nekem pont semmi idegrendszer nem volt hozzá, hogy a gépemet és önmagamat lelkileg megtereljem vele. Úgyhogy nem vagyok az a DevServeres srác. Viszont összegyűjt a tudásanyag helye közel, és itt az ideje áttekinteni, hogy pontosan mik fognak érkezni. Ugye a devblog információ az egy dolog, és a YouTube a másik nagy információ forrás ezekben a napokban. Súrjunk. Hát akkor devblog szerint végig menem a dolgokon, amiket belabáltak gadzsék. A Gaijin, ugye. Challenger 2 volt az első nagy hír, az első nagy ágyú, mint elsőre két nagy MBT. Hát Dióhéjban véve, tulajdonképpen el lehet róla mondani, hogy nagyjából egész évből ugyanazt fogja tudni, mint a Challenger 1-esek, valamivel mozdékonyabb lesz, ugyanaz a házméretű gyenge nagy pocak, nem tudom pontosan meddig fog leérni itt ki a kompozit, de valószínűleg itt az alsó harmada, ez egész biztos, hogy továbbra is belőhető lesz, nyakát el lehet harapni ezek után is, illetve a kupola az továbbra is egy rohadt nagy rizikót fog jelenteni. Talán valamilyen mérsékeltebb módon lesz H először érzékeny, mint a Challenger 1-esé. Egy nagyon komoly, nagyon masszív toronnyal rendelkezik máskülönben. Toronyfontra kilőhetetlen lesz az egészen biztos, hogy egy húdán mocskos disznó lesz. Annyit már lehet tudni. Itt tudjuk azt, hogy a stokkos lőszere egy koporsószág lesz. Tehát akkor menjünk is végig itt egy picit korábban kezdett bele a lőszerekbe. Ez Napalmnak a videója. Stokkos lőszerként már nyilvánvalóan van. Nem APD-est kapunk, szép is lenne. Stokkos koporsószágunk egy APFS DS. L23A1-es 396 mm-t fog nekünk ütni. Amivel már úgy gondolom, hogy egészen jól lehet boldogulni. Majd az L26-os 471 mm-t ütő koporsószág, úgyhogy tűzelő vonatkozásában erre lehet és erre kell tőle igazából számítani. Érdekes az, hogy bár legtöbb helyen egy autobunkernek van említve, de a pen az nem valami lenyűgöző. Átörés szempontjából nem igazán ütörözik az élvonalba az Almond Warfare-ben, és ugyanígy itt sem, ebben a játékban sem az átörésnek a bajnoka. De valamilyen mozikonyabb lesz, és jobbak lesznek a lőszerei, de nem gondolom azt, hogy a Brit Tech-nek ő lenne a megváltója, a messiása, úgymond. Csetekről majd a Premium Chat részben egy picit bővebben. Új lokációk közül Alaska, Alaszkáról ugye azt lehet és azt kell tudni, hogy van a közepén egy városterület, nagyon közel vannak egymáshoz a pontok, a három pont kínosan közel van egymáshoz, inkább úgy mondanám. És azt is lehet még róla tudni, hogy körbe az a kis nagyon enyhén dombos terület. Nem mondhatnám, hogy túl sok takarás, túl sok fedezéket ad. Valamennyire van lehetőség hosszú távon lövöldözgetni, főleg a C-potot lehet majd és annak környékén szitává lőni a fél térképről, de az alt és a B-teszt egyáltalán nem. A város terep maga sem tartalmaz igazából semmiféle dombokat, emelkedőket. Nagyon-nagyon kedvez annak, hogy egymást oldalba kapjuk váratlan helyzetekből, nagyon sok benne a rejtekhely. Ezáltal az amerikai csapatoknak a haszfoglalára van kiírva ez a map. Az összes orosz MBT hiperérzékeny arra, hogyha a vastag frontpálcia mögé barátnak vásat kilövető. Az Abrams-ek, ugye most már 4 Abrams van, 3 nagy és az XM1-es, ezek közül talán az XM1-es lehet kilőni oldalból egy lövéssel vagy kettővel. A 3 nagy Abrams egyikét sem igazából lehet megölni oldalról, csak egy sorozatnyi lövéssel, úgyhogy ezzel le is vannak az elég 10%-a, hogy ez egy az egyben egy orosz MBT-nek szoporroller map lesz, és itt az amerikaiak fognak igazán jó meccseket menni. Ez ilyen egyszerű, ezzel nem tudom nagyon sokat változtatni. A Anchorage-i csata térkép az meg fog minket szivatni, és itt még pusztítóbbak lesznek a top BRS amerikai cuccok. Nagyon nem tudom, hogy mit fűzök hozzá ehhez. Én a hajós részben nem nagyon vagyok benne, azért említettem, meg fogunk említeni pár dolgot. Leningrád
Első jobban TD fognak érkezni, destroyereket láttam, első meg könnyű cirkálókat, de főleg destroyereket. Na, a BM3 Marine. Csatakról majd a prémiumos résznél. Hát még egy repülőhajó. Nem tudom, hogy ez a PBM3 Marine, ez valakinek valamilyen szempontból kanhergelőre. Kapnak az amerikaiak még egy repülőbánát. Én nekem a japánoknál megvolt az a repülőbánája, mint szerintem a köztem kategória. De ilyen is érkezik. A németekkel az egyik. Nagyon érdekes dolog, azt hiszem megkapják a MiG-19S változatát, ami igazából mondhatni, hogy fejfelmenetlen az oroszszal, de valójában ágyalatnyi különbségek azért előfordulnak rajta, picivel másabbak rajta a gépfegyverek, talán egy picivel agilisabbra is sikerült a modellje, annyit lehet tudni, mintha egy kicsit jobb lenne. Hát, ízlelés dolga, de MiG-19 érkezik a németekhez is, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog, én azt gondolom a németeknek, hogy megkapják a MiG-19S verziót, ami azért egy tovább gondolt változata a MiG-19-nek, egy fejlesztettebb változata. Úgyhogy nagyon komoly szuperszonikus fighter-t kapnak. Fordulóharcban nyilván nem lesz egy bajnok, de inkább a saját géposztályában energiaharcosként tudom én értelmezni a MiG-19-est idáig. Ugye nem igen röpködtem én a szuperszonikba sem. Be sem mertem nézni egyébként a jetekhez, szuperszonikba azt így hősiesen megvallom, ahogy van. Franciák azok beléptek a helikopteresek közé, de hát nagyon-nagyon gyenge nyámnyilak és helikopterekkel. Igazából mind a Tech 3 verziók, amiket idáig láttam devlogon, mind pedig a prémium verziójuk, az körülbelül a német permetező helikopterek a színvonalát képviseli. Úgyhogy van belőle előrendelési lehetőség, önmagában is, Buddy-ban is meg lehet vásárolni. Én nem tudom értelmezni ezt, mondom, a német permetező helikopternek a továbbfejlesztett változata, de ugyanolyan rakétákkal, ugyanolyan gyenge és kis hatótávolságú ATGM-ekkel. Ez a van is ATGM-et, meg nincs is kategória. Igazából 35 euróért, tehát nekem font, de fogja nyilván kiírni a dolgokat. 2000 Golden Eagle kaptok vele, 15 a prémium időszakot, nagyon-nagyon nem ajánlom. Baromira nem ajánlom. Na persze van kamuflázs, van Title, aki mániákosan titulus gyűjtő, de igazából inkább egy gyűjtővényi prémium, és nem hiszem, hogy megéri azt a kőkemény pénzt, hogy erre költsetek. Fokozapódon szeretném mindenkit óva inteni a bármelyik prémiumnak is a megvásárlásától. T80U. Igazából egy nagy újítást tartalmaz, a kontaktötös, és ez már nem csak kémiára, hanem kinetikus energiára is védő páncélzat. Elég komoly folytonossági hézagok vannak rajta az elején. Mindenféleképpen hasra egy lövés, nyakra egy lövés, ha az oldala bármilyen szögből be van egy picit is döntve, egy kicsit is mögé lehet látni ennek a vastag kontaktötte beboltott páncélzatnak, akkor mondjuk egy első látszott a görgénél, akkor vásat ki lehet bukkantani, tipikus orosz MBT. Sokat a már meglévő T-80-hoz én úgy érzem, hogy hozzáadni nem fog, arra nem lesz képes, csodákat nem kell ettől sem várni. De van, körülbelül. Ennyit lehet neki elmondani, nagy előnyeként, hogy legalább valami van. A T-90 az, azt vártam volna, hogy a Leopard 2 állat visszajön, akkor annak innen az Evente együtt voltak a T-90-essel, hogy akkor megjön a játszótársa is. Igazából nem fog megjönni, sajnos. Akkor már azt vártam volna rá, tehát akkor nem. Tunguska, a Tunguska az egy nagyon félelmetes légvédelmi lesz. És ez az oroszoknak és Russian Bias-ból csak is, és kizárólag az oroszok fognak rakétás légvédelmet kapni. Interjúban azt hangzott el Gajdzsonosokról, hogy olyan 5-6 km rakétatott távolsága lesz, ez minden nem amerikai helikopter lövésére alkalmasra fogják tenni. Tehát franciák és németek ellen, akiknek nagyon rövid a rakétatott távolsága, úgy unblock. Még a BO-105 9.10-as, nem tudom, de a 9.7-esnek is, ami a prémium, ami nekem megvan. Sok esetben nagyon-nagyon gyilkos limitációja az, hogy nagyon-nagyon ki kell centiznem, nagyon-nagyon közel kell ahhoz mennem, hogy valamit tudjak szedni ATGM-mel, másik verre még nincs is. Azok ellen optimális a Tunguska, de az AH-1Z ugyanúgy meg fogja járni, mint az összes többi légvédelmét, semmi esélye nem lesz ellene. Az AH-1Z a térkép széléről és 2 km magasról kell például az egész meccset. Bejön egy AH-1Z, lehet kilépni a meccsből, mert onnantól kezdve nincs értelme bent tartózkodni a meccsben. Ezen a Tunguska nem fog tudni segíteni.
Ez már eszemre kiderült, hogy nem tudja lelőni az AHZ-t, úgyhogy szarnak egy pufon. Mondom, ezzel esetleg német és francia helikoptereket lehet közömbösíteni. Másra igazából nem értelmezhető. A legfeljebb, hogy prémium cseteket, akiket megpróbálja bevinni tankermébe, azt tudja leverni, mint vak a poharat, mert azzal ugye nem igen lesz hiba. Japánnak két nagy újítás, sőt három nagy dolog érkezik. Megkapják a jelenlegi legerősebb, leggyorsabb, legkomolyabb fegyverzettel felszerelt T2-es szuperszónikus jetet. Ez a jet repülőgép jelenleg messze a bortát, de a legjobbja. Azt lehet mondani, hogy a jet repülőgépek között ő az abszolút csúcsakarozó, és hát káprázat. Gyönyörű gép. Megint a japánok kapják a legjobbat, érdekes módon tengelt, amit történik nemzetként. Árulat szép is a gép, amit mondtam is. Jó, a leggyorsabb, neki van a legtöbb ATGM-je, stb. Tehát egy nagyon komoly csapásmérő fegyver a maga gép osztályába. Type-et venné, Model GKI. Eleget volna a G-t, oda bígyezték, mert ez a nomenklatúra egy kicsit sok. Japánoknál nem volt mind a két megjelölés egyszerre használatban. Kap oldalköpenyt és nagyobb koporsó szeget, de nagyobb koporsó szeget a tektis változat is meg fogja kapni, tehát akinek megvan a tektis verziót, tegye inkább arra talizmánt, mert ez 9.0-ba fog kerülni, az pedig a tektis változat pedig ugye maradt 9.0-ra levitték annak idején 8.7-re, és ott fog maradni. Értelemszerű, hogy a tektis verzió ugyanaz a lőszerrel, igazából talizmánnal sokkal jobban kihasználható, nem lesz ennek sok értelme, hogy az ember meg ugye 9.0-ba, ahol 10-0-ás nagy MBT-kellene kell mennie, és oda vár egy Type-et venni, szerintem az én véleményem szerint rohadtul nem lesz opció. De hát majd meglátjuk. Kaptak egy Premium Sabre-t, ami Sidewinder rakétákkal föl van szerelve, illetve a 9.0-as jetek mind a Premium-ok, mind a Tactics-ek meg fogják kapni mindegyik kivétel nélkül a Sidewinder rakétát, amennyire tudom, úgyhogy el fog szabadulni ez a Sidewinder rakéta őrület. Már nem csak 10-0-ban, de 9-0-ás cseteknél is. Egy uralkodó lesz, hogy mindenki próbálja majd másikat Sidewinder rakétával előoldozni tökéletes sikerrel. Úgyhogy ez egy picikét, sőt nem picikét, nagyon el fogja rajzolni a képet. Egészen máshogy kell majd csetekkel repülni, mint ahogyan eddig kellett. Ez azért nem a megszokott meder, amiben folynak már az események az Airrealisticban, úgyhogy ez egy nagyon furcsa képződmény lesz. Úgy ott jártunk, hogy Challenger 2-nek a lőszerével már foglalkozott Napalm, és akkor Napalm mester jó volt ápol, aki a hajós részt is kivesézi, tehát ő az talán a legkomolyabban az összes YouTube-os közül a hajós részt a War Thunderbe, hát sőt, magasan. Az Ariete, ugye az oroszok közül megköpjük az Arietét, én a ránkötöt fejeztem be, velük a ránkatban még bele tudtam fogni érdemben, még semmi ránkatosan nincs az oroszoknál, úgyhogy az Arietére még nagyon-nagyon várnom kell, hogy föl tudjak menni. DM-23-at kapja meg ugye a Stokrosszerének 410 mm-rel, DM-12 ágyas kap még mellett egy hitlőszert, és a DM-33-as lesz a ragylőszere, a DM-33 ebben a játékban 481 mm tűtarás sem megy az képet alapján, úgyhogy csodákat nem kell tőle várni. Bár szerintem az a 481 az igazából egy decensen jó átadás a saját szintjébe. Azt lehet mondani. Mindenféleképpen egy üreg is színfolt lesz, egy érdekesség lesz. Ugye a páncélszatot nagyon az ilyen kitve vártó van, de hát 9.7 lesz neki a BR-je. Valamivel nem tudom, hogy jobbnak mondjam-e, mint amilyen majd lesz hirtelen akartam mondani, az Almix 40. De körülbelül az Almix 40 lesz egy nagyon hasonló játékélmény. Azt a rót kell majd vele játszani. Ennyit Napalmról, és akkor menjünk át The European Canadian-re. The European Canadian, akinek az angol nyelvtudás nem igazán jelent korlátokat, annak őt tudom jelenti, mert messze, messze mindenki másnál jobb devlog videós. Ő is egy content partner a Gajinnak, mindenről külön-külön részletesen videót csinál, minden egyes járműről, amiről kiderült, hogy be fog kerülni, minden egyes mechanikáról, amiről kiderült az, hogy be fog kerülni, úgyhogy mindenféleképpen őt nagyon nagy mértékben szeretném a figyelmet ebbe ajánlani.
Elmegy ágy Abrams, megkapja a százszos ágyút, semmit nem fog változtatni páncélra, mert minden másban egy IP és Abrams, csak a löveg változik, de mivel abban is mindenki 1-20-as meg 1-25-as ágyúval lövöldözik ránk, ezért szerintem sok között nem fog zavarni, a többi között úgy elfér, 493 mm-t fog ütni az M829-es nagylőszerével. Alapvetően ágyúra egy Type 90-es képzeljétek el, egy IP és Abramsnek a testében, mint a kettőt házasítanák egymással, gyakorlatilag összeszólva arról van szó. És akkor ugye Leopard 2 V5 egy nagyon-nagyon várt 10.0-ás MBT, érdekes módon. Reszel valapján, ennek is csak úgy e-mail álmához összepakolva a modellje, és nem is tudta betenni készletre, hogyha nem is tudták meghajtani meccsben. Dilopeker egy ilyen sem, meg mások sem. Az érdekes volt, hogy általában bent volt Deszel, tehát benne is volt, vagy nem is, mint az Arieté, hogy mutató bot volt a garázsban, hogy esztétikai szempontból meg lehet nézni, meg lehet röngerezni, de a páncélja sem volt kiértékelhető, illetve ugye nem volt játszható a dolog. DM12 A1-es toklószak kapja 650 mm-es hitefes lőszer. Végül is meg klasszikus, illetve a DM33-481 mm-rel lesz koporsó szeg, ami Tier 4-es fejlesztés, ami nem túlságosan barátságos Stogrindot fog előre vetíteni. Szóval jó sok Golden Eagle-re le kell menni arra lőszer, az ember nem akar megőrülni. Körülbelül. Igen, itt azt a Tunguska van nála még vesézgetve. Ebben a videójában konkrétan a Ground Force. A rakétaható távolságokat hiányolom, hogy nem igazán publikusak most sem, hogy melyik rakétára pontosan mennyi a ható távolságon, nincs az alapjára feltüntetve. Bocsi. Ezért az ebben neki tapasztalatból ki kell majd sakkoznia. Apropó légvédelmek. A légvédelmeknél elég drámaian változni fog a radar szisztéma, és ugye helikopterek és repülőgépek radarjai is be lesznek kapcsolva. Itt a repülőgépek és helikopterek alkalmassá válnak arra, hogy lekövessék a légvédelmi radaroknak a pozícióját. Egyrészt kapnak értesítést, hogyha a radar befogta őket célzás szempontjából, tehát ha ki vannak jelölve egy radaros légvédelem számára, másik az, hogy le tudják követni a radart. Ezért, ha a taktikai helyzet olyan, hogy az embernek el kell bújnia a radar légvédelmi éve, ki kell kapcsolni a radart, a radarokat ekkor így lehajtják hátra a légvédelmiek, megszűnik a radar szignál, és akkor hagyományosan, mint a vírben mindent tudsz lőni, de nem vagy lekövethető a pozíció, nem vagy lekövethető a repülőgépek és helikopterek számára a radar jele alapján. Tehát a gyalhájz jelöl már bujkánod kell, már nem tudom, hogy felében, mint légvédelmi, hanem terált varásznak, és el tudsz bújni valamennyi a takarást tudsz találni. Ha még a radart is kikapcsolod, akkor abszolút és teljes mértékben el vagy tűnve a számára. Akkor nem lesz képes téged detektálni. Ebben változnak a dolgok. Úgyhogy egészen más világ következik most majd a... Aztán valami még itt tőle valami olyan, amit nem vettünk át. De korábban, de nincsen. Ugye nagyon-nagyon sok pre-order van, pre-order bundlik vannak, egyiket se szeretném ajánlani senkinek sem, semmilyen szempontból. Nem szabad ilyen dolgokat megvásárolni gyerekek. A bővítésnek a Cyberpack az USA-hoz megkapja a Sidewinder rakétát. Japánok is kapnak ugyanaz Cyberpack-et Sidewinder rakétával. Franciákhoz a Votur 2A Sidewinder rakétával természetesen. Megturbózva és egy nagyon tekintélyes bomba töltött el. Tehát a nem magasságú elfogó vadász és bombázóként is, avagy etekelként akár tankerbébe háromféle roll mentén alkalmazható. Tehát lehet szorászgép Sidewinder rakétákkal, lehet RL-stickba, RL-kádba jetbombázó, lehet esetleg helikoptereket elhárító vadászgép, avagy földi csapásmérő close air support, tankerbébe, úgyhogy nagyon sok mindenre lehetőséget ad. Szerintem ez sem éri meg az árát, és ez ilyenekre 50 eurókat el van a gyerekek, az egy kicsit barokkos túlzás. Én nagyon nem ajánlom ezt a fajta pénzszórást. Pre-order, a Seahawk repülési tulajdonságaiban nem a legjobb, de Sidewinder rakétás elég komoly bombot ütette a felszerelve, inkább ilyen tankerbé
etekelnek tudom őt elképzelni. A japán Sabre jobb egy picit az amerikaiaknál áll, úgyhogy én, mint ahogy azt láthatok, a japán Sabrék általában jobbak, de a javítási költség az horror. Sidewinder rakétát nyilván ő is tudja, mint már azt lehet mondani, hogy mindenki. Illetve Regia Aeronautica vonatkozásában azt mondja, hogy nem tudom, hogy Napalmesternél láttam-e. Már például nála kellett, hogy lássam. Regia Aeronauticához érkezik a G91-nek. Mindegy csatornán, amikor benne lesz a leírásban, nyilván Napalmhoz is, mert gondolom ez a két srác nagyon komoly deves. Tehát a Napalmot azért ajánlom, mert foglalkozik a hajós része. Tehát a hajós része annyira mostoha gyerek, hogy magyarok közül nem is tudom, hogy valaki videószinten egyáltalán hajókázik-e. A War Thunderbe én biztosan nem is fogok. Távol jövőbe se áll szándékomban ilyesmit elkövetni saját magam és az emberiség rovására. Na akkor vissza ide, hát tudjuk a napi PH értéket. Nem, a YouTube is csak prémiumba tud edmentes lenni. Franciázik Napalmester. Na igen, G91-ek, tehát kap egy prémium G91 R4-est és egy G91 YS verziót 30 mm-es ágyukkal, illetve AIM 9B Sidewinder LTL rakétával. Aminek már is megmondjuk, hogy 800 méter per szekundum most ezt a sebessége, 70 kg-os tömegről beszélgetünk. Weapon lock range 4 km-en belül tud lárkolni a célpontra. 6G tűrés határon belül lehet kilőni, ugye a legtöbb rakéta, most ha megjelennek a 10G és kilőhető rakéták közel-közel dupla G tűrés mellett. Ez a prémium esetében értendő, hogy ez a ratlabda a tektől is hasonló lesz. 4,5 kg TNT-vel, de hát az gyakorlatilag éres mindegy. És végre-végre. Már csak a tekt is kap 30 mm-eseket. Prémiumnak a 4 gépfegyvere maradt fent. Kis hangot. A Tactic kapja a 30-eseket. Az Y-es a Tactic-be. Na neki van 4. És AS-20 Nord. A 20-es Nordokból is van egy 2. És a 38 Hydra felszerelés is megmarad a prémiumnál. Igen, a prémium megkapja a rakétákat, többféle rakétát, 4 ATGM-et két különböző típusból, de hangsúlyozom, de gépfegyverre számít, hogy nem lehet, mert ugyanazok a serejtes hulladék semmire való M3-as borningok, azból is 4 darab van, tehát a gépfegyverrel lelőni a repülőgépet szinte reménytelen. Harcképesnek ezáltal azt mondom, hogy sokkal inkább a detektív átvazat lesz, aki értelmezhető a 30 mm-es gépfegyverei miatt. Ő egy nagyon komoly vadászgép lesz, az biztos. G91 Y-es, egy nagyon-nagyon bestiális szőnyeteg lesz. A G91 R4-es az, hát inkább a rakétákról fog szólni. Hát akkor egyértelmű, hogy inkább a detektív változat lesz a jobb. De megértük azt végre, hogy van 30 mm-es ágyúval szerelt kivitele a csinálnak. Én azt mondom, hogy egy álom valóra vált így is. És akkor itt a tektív változat a 30-asokkal. Ő az, akire én személy szerint nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vártam. Jelenleg a Regia Aeronautica hiánytalan a számomra.
Tehát mind Tech Tree-ben, mind Premium-ban az összes elérhető repülőgép megvan a Ranger Analytica-nak. Na megmondom őszintén, hogy az én lelkesedésem az egész 1.87-tel az úgy ugrott össze, mint a kaszáspók a villanyrezsón. És ettől kezdve nem fogok a játékra fillét se költeni, Premium erőszakom is, ha lejár, akkor lejár, hagyom a fenébe. Én már nem erőszakolok semmit, én már nem fogok grindolni, nekem az egész túl sok, nekem már zúg a fejem a War Thundertől. És nagyon nagy dolog az, hogy egymás feltételi képes radarokkal, Sidewinder rakétákkal, olyan szofisztikált fegyverrendszereket vitt bele egy nem hitpointos játékba a Gaijin egyedüli fejlesztőként, hogy ezáltal ő már nem csak az összes wargaming játékot, az Armored Warfare-re is akar konkurálni, illetve a repülőgépekbe egy teljesen egyedülálló élményt nyújt, hogy MMO alapú játék, mert vannak nagyon komoly mai 2019-es szolgálati dátumú jelenleg repülő repülőgépeket modellező szimulátor játékot, de ott azért botokkal harcolnak, ha jól tudom. Még azért ez egy online MMO játék, emberek ellen, jármű alapon. Ebben a világban ennyire modern, fejlett jet repülőgépeket, Sidewinder rakétával, ilyen Top Gun film élményeket ki lehet élni egymáson valahol. Ezt nagyon nagy dolog, hogy bevállalta a Gaijin, és ezen a ponton, bár nekem most ez nem sok idegrendszerem a személy szerint, de azt el tudom mondani, hogy azért szintén hálásak lettünk a Gaijinnak, bár is inkább szintén szeretem őket. Meg inkább a közösségnek az érdekét nézem, mint a Gaijinét. Időt kell neki hagyni, itt most nagyon-nagyon türelmesnek kell lenni, tehát azt lehet látni, hogy a developer csapatot, a management az korbáccsal hajtja előre. Már pedig nyomják és nyomják az új és új kontentet, nem érnek rá, nincs egyszerűen emberi kapacitásuk arra, hogy bugjavítással foglalkozzanak, hogy a balanszal foglalkozzanak, hogy a BR rendszerbe egy kis nyomáscsökkentés, hogy ilyen széthúzgálják a BR-t. Ezekben a dolgokban el van maradva, itt nagyon-nagyon sok technológia, radarok, a Sidewinderek, stb. Ezek mind olyan dolgok még, amik iszonyú bugosak lesznek. Az egész dolog kiforratlan, úgy dobálnak be kontentet a játékba, mint hogy ez a megtörtént helikopterekkel, és nem gondolják aztán. Bocsi. Előre, hogy mi lesz a következménye, hogyan fogja a játékos bázis ezt az egész dolgot úgy, ahogy van használni, mennyire fognak vele visszaélni vagy trókodni. Itt most türelme kell inteni mindenkit, mert ennek nagyon-nagyon sok idő kell, kiforja magát. Ami minden rendetlennek legyen minden kategóriában, fegyvere egyenlően, legyen mindenkinek helikoptere, és a többi legyen mindenkinek rakétás légvédelme, és összerázódjon az egész. Ennek most időt kell hagyni, és az idő egy nagyon nagy szó, mert ez a folyamat most meg fog enni egy vagy két évet körülbelül. Ugye azt látni, hogy ez a Ground Force-nál, ha már ott járunk már most, hogy T-80U, Leopard 2 A5, akkor Leopard 2 A6 is lesz, vagy A7, nem tudom. És elmentek az orosz részen az armatáig, évrendszer közül is az M1, A2, A3 elképzelhető. Úgyhogy türelem, türelem és türelem. Itt most nagyon sok mindennek ki kell fordja magát live serveren, magának a Gaijinnek is őrült a szüksége van arra, hogy lássa a járművének a szereplését. Bocsi, live serverem. Nos, hát én most elmegyek haldokolni. Összegyűjtöm a linkeket, hogy minden link megjelenjen a videónak a leírásához. Minden csatorna, aki létfontosságú, és ahonnan érdemes is lehet tájékozódni. Remélem, hogy sikerült egy ilyen kis áttekintést adni nagyjából arra, miről fog szólni az 1.87. Hát, ezt is megértük, gyerekek. Nagyot lépett előre a játék ahhoz képest, hogy második világháború is orosz meg német. Szóval ez a War Thunder már nem az a War Thunder, és ami jön még ezek után, az valószínűleg még meredekebb lesz, ez egy hosszú út. Ez a játék fejlődésben van, ebben a játékban olyan mechanikák és technikák kerülnek be, amik más MMO játékokban idáig nem voltak jelen, vagy nem így voltak jelen. Ez egy folyamat. Türelmesnek kell vele lenni. Hát én köszönöm nektek ezt a megtekintést, és remélem valamilyen szinten informatív voltam, illetve a kérdés azon az jöhet a kommentmezőbe, akár fordítással kapcsolatban is bárkinek szívesen állok a rendelkezésére. Discord szervernek is ott van a linkje a leírásban. Jöttek oda, és aztán mehet a develés írásban is, szóban is elérhetőek vagyunk. Sándor Grof voltam. Sziasztok!